Kedves gyerekek, kedves szülők, testvérek, nem véletlen állít ez a csoda króm motor a templomban, és nem véletlen találtátok ezeket a motorokat kint a templom bejáratánál. Keresztény motorosok közössége tesz most tanúságot, tanúbizonságot arról, hogy hát majd hogy pontosan miről meghalljátok. Fogadjátok őket szeretettel. Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy mi most itt lehetünk. Én magam Szikszai Gyula vagyok, a Magyar Keresztény Motoros Közösségnek az egyik alelnöke, és a posztomhoz az most, hogy bemutassam a közösségünket, egy kicsit a történelmét, egy kicsit, hogy mivel is foglalkozunk, hogyan jöttünk létre, mi a mi elhívásunk. A történelmünk több mint 10 évre nyúlik vissza. Néhány keresztény testvérünk arra gondolt, hogy milyen jó lenne a szabadidőt eltölteni, valahogy kikapcsolódni, és így motorra pattantak, és együtt kirándultak. A világi motoros találkozók nem igazán vonzották őket, ezért saját szórakozásukra összegyűjtötték a keresztény ismerőseiket, hogy együtt motorozzanak. Így ennek a közösségnek éppen 12 alapító tagja volt annak idején. Az jelenlegi elnökünk, az egyik ilyen alapító tag, Heizer Kornél, ő most más elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni. És milyen az Istennek a munkája, hogy ez a közösség Kaposvártól nem messze Bodrogon jött létre. Akkor Kornél a bodrogi polgármester volt, és ő tartotta össze a testvéreket. Ennek a közösségnek hamarosan született egy honlapja, ami ma is létezik, és egy élő honlap, meg lehet látogatni, kereszténymotorosok.hu, és akik most itt állunk, sokan ennek a honlapnak köszönhetjük, hogy mi ide rendeződtünk, mert hasonló volt a mi gondolkodásunk, motoroztunk, de nem akartunk a világ motorosokkal együtt gurulni, ezért kerestünk keresztény testvéreket. És ahogy ezek a kirándulások létrejöttek, ahogy megálltunk, 5-6-10-12 volt, hogy talán volt is, igen, éppen Kaposváron, amikor több mint 20 motorral voltunk együtt, akkor azt észrevettük, hogy ez a sok csillogás, meg ez a sok vas oda vonza a tekinteteket, oda vonza az embereket, és az Isten így jelt adott nekünk arra, hogy hát így akarlak használni benneteket. Hogy így mondjátok el azt, hogy az érdeklődő embereknek, hogy mire hívtalak el benneteket. Hogy ti már ismeritek az én kegyelmemet, ismeritek a szeretetemet, és ezt adjátok tovább azoknak, akik érdeklődnek. És ezt felismerve gyakorlatilag mi futárok lettünk, motoros futárok, nem táviratot kézbesítünk, nem pizzát hozunk, hanem az örömhír futárai vagyunk. És a mi feladat körünk gyakorlatilag 3 irányba ágazik. Az egyik az, amikor hasonlóképpen, mint ma, keresztény testvérek meghívnak a saját programjukra, hogy színesítsük a programot jelenlétünkkel, illetve beszélgetéseinkkel, bizonyságtételünkkel. A másik az, amikor keresztény gyülekezetek teljesen átadják a gyülekezetüket azért, hogy az előítéletekről beszéljünk, vagy bármi olyan tabu témáról, ami esetleg a keresztények között tabunak számít, amit nem biztos, hogy fel akar vállalni a helyi lelkész vagy a pap, ezért ezt átadja nekünk, hogy ezről szabadon tudjunk beszélni. Erre is van példa. Illetve a harmadik ág, amit az Isten megmutatott nekünk, és elég nehéz volt beleállni, de tesszük most már szívvel és lélekkel, hogy a nem hívő motorosok közé megyünk, és visszük az evangéliumot. Ez a bőrmellény, ami rajtam van, ezt gyakorlatilag 4 éve hordjuk teljesen hivatalosan. Ezt a hátfelvarrót, ugye nem hívő motorosok használják ezt a bőrmellényt, meg a hátfelvarrókat. Ez az ő engedélyükkel,
az ő tudtukkal hordjuk és viseljük, és ez gyakorlatilag ez a hátfelvaró egész Európában, nemzetközi szinten nekünk védelmet ad a motorosok között, senki nem bánthat bennünket, mert ez egy nem legális, hanem egy illegális szerveződés, ugye a motorosoknak a társadalma ezt engedélyezte, és ez védelmet is ad. Senki nem nyúlhat hozzánk. Már így a motorosok között. Ez, hogy közéjük megyünk, ez nem úgy alakult ki, hogy mi gondoltunk egyet, és oda megyünk, hanem az Isten hívására, és az Isten minden folyamatot elkészített. Évek munkája van benne, először csak egy pólót engedélyeztek, egy pólót viselhettünk, aztán ezt az első fölvarót, aztán a hátsó fölvarót, és ez odáig ment, hogy meghívnak bennünket a saját rendezvényeikre. Így például az alsóőrsi Herli Fesztiválon most már 4.-5. éve vagyunk jelen, aztán a Hells Angelsnek a szervezésében van a Vármeeting, oda most már 3. éve hívnak bennünket, méghozzá egy olyan szolgálattal, ami egy, mi úgy hívjuk, hogy beszélgető zóna. Van egy 6x3 méteres sátrunk, egy pavilon sátrunk, ahol egy meghallgatlak sátor ez igazából. És ezt a világi motorosok is észrevették, hogy ott, ahol van egy fesztivál, ahol sok ember összegyűlik, ott nagyon sok lelki fájdalmak vannak, lelki nehézségek vannak, és úgy látják, hogy ott van a mi helyünk, hogy mi lelki gondozzuk az oda hozzánk betérőket. Gyakorlatilag ennyi a mi feladatunk, ahová hívnak bennünket, örömmel megyünk, hogyha az egyezik az Isten akaratával, hogyha az örömhírről tudunk bizonyságot tenni, hogyha az Isten kegyelmét, szeretetét tudjuk hirdetni, és ma is ezért vagyunk itt, mi már ismerjük ezt, és tudjuk, hogy az Isten neked is, aki most itt vagy, a legjobbat készítette. Független attól, hogy ki mit gondol rólad, ki hogy vélekedik rólad, teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz magadról, az Isten szeret téged, és a legdrágább kincset, az egyszülött fiút adta azért, hogy neked örök életed legyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, én Szabadkai Zsolt vagyok, Biatorbágyról jöttem, és hát ahogy itt Gyuszi testvérem felvezet, hogy mi a mi küldetésünk, mi a mi elhívásunk, azon gondolkodtam, hogy miért csináljuk ezt, hogy miért jó ez nekünk, miért hiszünk mi ebben. És hát az én életemben ez nem így indult, először még nem esett le nekem, hogy a Jóisten erre próbál küldeni, és annak ellenére, hogy hívő családba nőttem föl, édesanyám még hordtak templomba, hittanra, én amikor kezdett a csipám kinyílni, akkor én vagányabb akartam lenni, és úgy gondoltam, hogy nem ez az igazi boldogság, és majd én megtalálom a boldogságomat máshol. És elkezdtem hát csibész életet élni, és mindenféle világi örömöket kipróbálni, és ezt szépen műveltem úgy, hogy tönkretettem magam körül minden kapcsolatot, csomó rossz dolgot csináltam, embereket megkárosítottam, és nem volt semmi boldogságom tőle. És amikor már minden romokban hevert körülöttem, akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy hát ez így nem lesz jó. Tehát két dolog történhet velem, vagy börtönbe kerülök, vagy ahogy az atya szokta mondani, én leszek a hunyó, az elhunyó. És ezt nem akartam, és azt láttam, tehát eljutottam oda, hogy a saját életemet én nem tudom megoldani, mert a saját erőmből a börtön szélére jutok csak. És visszatértem oda, amit szüleim tanítottak nekem, és elkezdtem megfigyelni ezt a Jézus Krisztus, hogy ő mit csinált, hogy élt. És kezdtem róla tanulni, és szép lassan évek során adtam, vagy adom még át most is neki az életemet, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta, amióta ez történik velem, Isten csodákat tesz az életembe. Tehát adott jó munkahelyet, adott szerető feleséget, 3 gyönyörű gyereket, sok világi dolgot csináltam, de annál nagyobb öröm nincsen, amikor hazamész, és a 3 gyerek szalad oda hozzád, és ugrik a nyakadba, és apa, de jó, hogy itthon vagy. És ezeket a csodákat
olyan jó megélni, és tényleg a Jóisten azóta érezhetően dolgozik az életemben. Így kerültem bele a Magyar Keresztény Motorosok közösségébe is, mert itt valódi, igazi barátokra találtam, akikkel érdemes együtt lenni, és nem csak a pénz, meg az érdekek tartanak össze bennünket, hanem jó velük. És egy ilyen konkrét csodát, ha megengedtek, elmesélek az életemből. Én amikor összeházasodtam a feleségemmel, akkor a sok jó tulajdonságai mellett én láttam a hibáit is, és ezeket én meg akartam változtatni. Én úgy voltam, persze összeházasodunk, aztán majd azért ezeket, hogy kiabál, meg nagyon határozott, ezeket majd szépen megváltoztatjuk, és ezzel biztos egyedül én vagyok így, csak elmesélem nektek, hogy van ilyen, és én ezen erőlködtem, és egy csomó veszekedés, meg tűz volt ez miatt, és hát nem működött. És egyszer egy ilyen lelki gyakorlat, vagy nem tudom, megérintett a Jóisten, és mondta, hogy hát szerezd már azt az asszonyt, hát így, ahogy van. Teljesen önátadással, és teljes, úgymond, agapéval, tehát feltétel nélkül, és akkor minden jó lesz. És én ezt elkezdtem gyakorolni, hogy nem akarom megváltoztatni, így szeretem, hogyha ordibál, akkor azért szeretem, ha nem tudom, mit csinál, akkor azért szeretem. És képzeljétek el, hogy azóta ebbe a dologban is csodák történnek, mert rá kellett jönnöm, hogy a Jóistennek nagyobb hatalma van a feleségemre, mint nekem, és elkezdte őt formálni, és most ő a legszerethetőbb feleség számomra a világon, és nagyon-nagyon jó vele együtt élni. Úgyhogy még nem fejezte be a Jóisten a munkáját, tehát azért még vannak még most is hibák, de ez így teljesen rendben van, és nagyon szép életet tudunk így élni. Úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy a keresztény élet az nem az, aminek fiatal koromban láttam, hogy a templomba kell imákat mormolni, és nagyon szomorúnak kell lenni, mert az Isten csak akkor fog szeretni, hanem rájöttem, hogy ez egy nagyon vidám és színes élet, kereszténynek lenni a legjobb a világon, és Jézus volt a legvagányabb srác a világon. Még azt is megkockáztatom, hogy ha ma élne, akkor motorral járna, én azt gondolom. Úgyhogy nagyon jó vele együtt lenni, és nagyon nagy békesség, és nagyon nagy öröm őt követni. És nagyon örülök, hogy eljöhettünk most ide hozzátok, mert a ti szemetekben is ezt látom. És jó látni ilyen közösséget, teli templomot, és kívánom azt, hogy sikerüljön mindannyiunknak a szívünkben minél jobban beengedni Jézust, minél jobban kinyitni azt az ajtót, aminek ugye csak belül van kilincse, és kívánok nektek nagyon áldott közösséget, és nagyon sok békés és boldog együttlétet, sok jó beszélgetést, kapcsolatokat, és minden jót a közösségnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Azért ehhez annyit, én nem vagyok benne biztos, hogy Jézus ma is motoron járna, minden esetre jó volt hallani ezt a kisé pártos dumát, de Zsolttal egyébként a kurzióban is munkatársak vagyunk, együtt dolgozunk sokadik alkalommal, és most átadom a mikrofont dr. Fivászki Jánosnak, az ELTE jogi kar tanszékvezető egyetemi tanárának. Köszönöm szépen. Hát én azt szeretném, de nagyon röviden, hogy kerültem ilyen helyekre, és hát arra szeretném titeket is buzdítani, hogy hagyjuk, hogy Isten formáljon minket. Én szerzetesnek készültem 15 éves korban, egy hatodikos gimnáziumban végeztem, aki oda ment, ugye az úgy gondolta akkor, ugye, hogy nem mehet egyetemre egy hatodikos gimnáziumból, és nem is volt a számomra fontos, úgy gondoltam, hogy Istennek akarom adni az életemet, ez a fontos a számomra. Aztán úgy éreztem, hogy ez tényleg radikális kell, hogy legyen, és a fokolári mozgalmon belül egy ilyen modern szeretes rendben gondoltam, hogy oda hív engem Isten. De igazából azt kell mondjam, hogy azt kérte tőlem, hogy adjam oda az életemet teljesen neki. És ugye akiket ismertem, azok ilyen módon adták oda az életüket ugye, teljesen Istennek. Aztán, amikor kim voltam Olaszországban, akkor rögtön láttam az első év után, ugye tanultam a jövendőbeli szeretesnek mondható életemre, hogy nem ez az én utam, hanem személyes szeretet az én utam, tehát házasság lesz majd valamikor. És akkor hazajöttem, munkát kellett keresni, és országgyűlésnél dolgoztam, egyébként a pártvezetőkkel együtt, Orbán Viktor, meg ilyesmi, akkor még. Na mindegy. És akkor valaki hívott az egyetemről, hogy keresett engem. Hát mondták, hogy én elmentem onnan.
De hát aznap mentem el, az országgyűlés hivatalában. És úgy értették, hogy fölmondtam. És akkor mondta, hogy jaj, de jó, itt van egyetemi állás Miskolcon, és akkor, hogy ott lennék-e tanársegéd. És akkor eltelt 20, nem tudom, malány év, és de úgy éreztem, hogy ha Isten arra hív engem, hogy esetleg tudománnyal foglalkozzam, akkor számomra ez azt jelenti, hogy ha komolyan veszük azt, hogy Isten képmására vagyunk teremtve, Szent Háromságos Isten képmására, aki egy, és szeretetben egy, pedig három személy, akkor ez mit jelent itt a Földön? Tehát, hogy létezik-e az, hogy a politikában, a jogban, a gazdaságban, a szociológiában ez kimutatható, hogy Szent Háromságos módon kell élni az életünket ahhoz, hogy megvalósuljon az, ami lehetne itt a Földön, a politikában, jogban, stb. És ugye eltelt 20-valány év, és azt mondhatom nektek, hogy ez így van, bár gondolom, ez senkit nem érdekel, az is gondoltam, hogy nem szólalok meg, aztán Miklós atya mondta, hogy mégis. De rájöttem valamire, katolikus egyetemen tanítok egyébként a Pázmányon, és úgy gondoltam, hogy 23 évig, hogy nem nagyon kell Istenről beszélni, mert az nem túl udvarias, mert sok nem hívő is van, illetve nem azért vagyunk az egyetemen. És itt a barátaim hatására, akikkel ugye megyünk motoros klubokba is, ahol hát nem kimondottan hívő emberek gyülekezete, nem azt tartja őket össze. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy aki motorozik, az van egy nagyon nagy közösségigénye, szabadságigénye és igazi barátságigénye. Tehát nagyon érdekes emberek találhatók a motoros világban. És elhatároztam egy másfél éve talán, de még talán annyi sincsen, hogy sokkal inkább mondom, mint korábban a hallgatóknak azt, hogy miért vagyunk a Földön. Nem a tudományért vagyunk. Én egyébként professzor vagyok, de hát mindenki koromra körből az. Hanem nem a tudományért vagyunk. És bár vannak dolgok, ami minket sarkallanak előre, a feleségem pszichológus néha mondta, János, szerintem lovagoljál, lovagoltam 10 évet. Szerintem jó lenne azt a régi vágyalat megvalósítani, motorozni, hát elkezdtem, 47 évesen leraktam a jogsit. Aikidózni elkezdtem, mert úgy éreztem, hogy erre szükségem van. De ami mindez, ami felé mutatnak ezek, az valami olyan mérhetetlenül nagy kincs, és amiért egyedül van értelme az életünket élni, az, hogy személyesen meghalt értünk Jézus, és hogy megváltoztathatjuk az életünket úgy, hogy nem kicsit, nem kulturálisan, nem csak úgy vallásosan, nem csak úgy vasárnap, hanem az egész életünk minden napját odaadjuk Istennek, hogy tegye meg velünk azt a csodát, amit elgondolt rólunk. És úgy érzem, hogy ezt most már bátrabban tudom mondani a Katolikus Egyetemen is. Igen. És hogy olyan közegben is, és ezzel szeretném zárni, ahol úgy gondolná az ember, hogy hát nem sok keresnivalunk van. De Miklós atya kérdésére a választ én úgy adnám meg, hogy igen, ha Jézus most itt lenne a Földön, bocsánat, de lehet, hogy nem elsősorban ide jönne hozzánk. Mert mi talán ez a 99 vagyunk. De, hanem elmenne azokhoz, akikben van fantázia, akik valamit keresnek, de akikhez senki nem szól. És akikhez tényleg nehéz elmenni. De egyébként a jó hír az, hogy sokkal több van bennük abban, mit gondolnánk, tehát nagyon sok örömet is ad nekünk a motorosokkal való találkozás. És ezért úgy gondolnám, akármit is csinálunk az életben, tettek látni, vagy láttátok én is csomó mindent. Egy dolog a fontos, hogy hagyjuk, hogy Isten vezessen minket, és utána én úgy érzem, most egy 50 évesen, hogy egyre inkább valósít meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Azért annyit még hadáruljak el a keresztény motorosok közösségéről, hogy kiadtak egy motoros bibliát. Saját kiadás, saját fordítás. Nagyon szép és praktikus és hasznos a példány. Számomra nagyon nagy élmény volt, és most szeretném megköszönni nekik, hogy nős családos férfiak odahagyták erre a hétvégére a családjukat. Ők már tegnap este lejöttek ide Kaposvárra, együtt vacsoráztunk, imádkoztunk. Ilyen szerintem fél kettőig, vagy nagyjából én azt hiszem, akkor feküdtem le. És ez nagyon imponáló, hogy elkötelezett férfiak vasparipákkal fölvállalják a hitüket, fölvállalják a tanúságtételt, fölvállalják, hogy a vallás nem magánügy, hanem a legszemélyesebb közügy, ahogy azt Semjén Zsonc és Orbán Viktor fogalmazta. Azért mutattuk be nektek ezeket a bácsikat, urakat, mert a szentmise végén odaállnak majd a vasparipáikhoz, és lehet őket kérdezni, sőt a motorokra, ha ott van a gazdi, akkor föl is lehet ülni. Tudjátok, ezek a vasparipák,
ezek is tudnak ám rugni. Eleve be kell őket rugni, és hogyha rosszul ülsz rajta, akkor meg is tud téged harapni, meg le tud onnan rugni. Tehát csak akkor szabad a motorokkal simogatni és kontaktálni, amikor ott van a gazdi. Köszönjük szépen a motoros keresztény motorosok egyesületének, társaságának tanúságtételét. Isten áldjon benneteket és a szolgálatotokat.